Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi változik az életedben? Mik a terveid? Mi az elképzelésed? Sikerül ez? Milyen változásokra kerül sor? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezúttal ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj egy személyes jóslást, mint mindig, minden jóslásnál a díjam 4000 forint ezúttal is. És most megnézzük ezt az általános kivetést. Ez a kutya utal a te jelenlegi helyzetedre. Ez jelentheti a kutyákat, a cicákat, tehát jelenthet házi állatot is. Viszont ennek a kártyának szimbolikus jelentése is van, és utal a barátokra, az ismerősökre, ezek a kapcsolatok most fontosak lehetnek, lehet egy új barátság is. Amit ez a kutya még jelent, ez a hűség. És ez annyira fontos a párkapcsolatban, hiszen ezáltal van akkor meg a bizalom. Mi a terved? Mi áll a középpontban? Min szeretnél változtatni, vagy hol szeretnél változtatni valamit? Ezt jelenti ez a ház. Lehet, hogy az otthonodban szeretnél változtatni valamit. Ez lehet egy nagy változás is, mint például egy költözködés. Ez a ház jelenti a környezetet, a szomszédokat is, az is lehet, hogy szeretnéd, ha ott változna valami. Amit ez a ház még jelent, a szülői ház, a rokonok, a család, a családi kapcsolatok, lehet, hogy eddig voltak még nézeteltérések vagy harag, ezen szeretnél valamit változtatni. Ez a ház kihat a munkára is, hiszen ha magán cégről van szó, vagy valaminek a kiépítéséről, akkor ezt is szimbolizálja ez a ház, hiszen jelenti az alapokat. És hogyan alakulnak a dolgok, mi változik az életedben az itt látható jobb oldalon. Ez a fa jelenti azt, hogy mennyire fontos számodra, hogy le tudj gyökerezni. Hogy megtaláld a helyedet, a hivatásodat, a lakhelyedet, a párkapcsolatban is fontos, hiszen ez adja a biztonság érzetét. A fának van gyógyító hatása is, vagy jelentheti a környezetet, erdőt, egy szép környezetet itt a ház körül. De kezdetben még vannak azért itt kihívások, vagy problémák, viták, félreértések, sőt, megjelenik a ravasz róka, az lehet egy negatív gondolat, mint például, én ezt feladom, ebből úgysem lesz semmi, vagy lehet egy negatív érzelem és félelem, vagy bizonytalanság, de lehetnek hamis személyek is, akik így figyelgetnek téged, és nem bízhatsz bennük. Itt a kasza segít, hiszen sok minden úgy fog történni olyan hirtelen és gyorsan, amikor nem is számítasz rám. A kasza el tud vágni, el tud távolítani bizonyos dolgokat, mint például a problémákat, vagy a vitákat, veszekedéseket, sőt, a kasza eltávolítja a hamis embereket a környezetedből. Lesznek nagyobb változások, és a gólyák szintén ezt jelentik, hiszen a gólyák szimbolizálják a változásokat. Mivel itt megjelenik a ház és a gólyák, ez lehet költözködés is. Ez a változás szerencsét hoz. Itt látható a szerencse, lesz egy szerencsés fordulat. És a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy szerződéseket. Ezek a kapcsolatok szerencsét hoznak, bizonyos szerződések
szintén szerencsét hoznak, mert ez előnyös lesz számodra. Mivel itt tervezel valamit az otthonoddal kapcsolatban, ez lehet egy vásárlási szerződés, vagy egy bérleti szerződés. És ez volt a felvétel, mi változik az életemben. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!